Egyszer már majdnem fogtam lazacot. Ha fogtam volna, biztos, hogy így készítettem volna el. Szabad tűzön témánk, és ez pedig az első lecke. Ha tetszik a recept, iratkozzatok fel, ha kérdésetek van, kommenteljetek, ha pedig tanultatok valami újat, akkor pedig nyomjatok egy lájkot. Kétféle halat fogunk grillezni. Van egy durbincsunk, egy tengeri durbincsunk és egy lazacunk. Körülbelül egy órája sóztam és borsoztam, nagyon-nagyon jó tesz a halfehérjéknek, hogy egy picit a só megdolgozza már előre, picit mélyrehatol. Eszünk ágában ne jusson olajjal locsolni a parazsat, ugyanis az csak tűzhöz, illetve nagy füsthöz fog vezetni. Mindig a grillezendő felületet alaposan dörzsöljük be, masszírozzuk bele az olajat. A durbincsnak célszerű levágni a melluszonyát, megtehetjük, hogy a durbincs hasüregébe tömködünk egy kis aromatizáló anyagot, jelen esetben egy kis citromot és egy kis zöld fűszert. A zöld fűszer az bármi lehet. Jöhet a lazac is, bőrös oldala lefelé, lefedjük. Ha olyan grillünk van, aminek nincs teteje, vagy egész egyszerűen szabad tűzön grillezünk halat, akkor egy edényt célszerű rádobni, hogy ne csak alulról piruljon, hanem egy kicsit a hő is tudjon keringeni, egy picit párolódjon. A durbincsot megfordítottam, jöhet a lazac. Megvárom, még a másik oldal is elkészül, ez idő alatt pedig bőven van időm elkészíteni a köretet. Természetesen hagyma, paprika és cukkini nem maradhat ki belőle, és a mondhatni voklasszikusok, újhagyma, cukorborsó és egy kis zöldbab. Jöhet egy kis padlizsán is, amíg forrósodik a vok, addig gyorsan összevágom. Füstöl is az olaj, jöhet is a zöldség. Jöhetnek a fűszerek, úgy mint gyömbér, fokhagyma, lehet jó sok fokhagyma, egy kis édes csili, egy kis csípős csili, pici bors, pici só, tényleg most már csak 1-2 perc van vissza, jöhet a szójaszósz, csúranásnyi osztrigaszósz, lekapcsolom a tüzet, szinte már el is készültem. Jöhet egy kis pörkölt szezám, fekete, fehér, és egy kis pörkölt magyaró. Szójaszószra egy picit ellensúlyozunk, nagyon kevés méz, és frissesség jegyében egy kis lime. El is készült a vokzöldség, biztos vagyok benne, hogy a hal is elkészült, úgyhogy tálalok is. Nyugodtan kijöhetünk a vokkal a kertbe, ott is elkészíthetjük. A hal ropogós bőre pedig önmagáért beszél, és ugye lehetett látni, hogy a durbincs is gyakorlatilag kivetette a csontot magából. Próbáljátok ki! Köszönöm, hogy velem tartottál ebben a Lidl Online Főzőiskola epizódban is. Ha tetszett a recept, iratkozz fel, ha tanultál valami újat, nyomj egy lájkot, ha pedig további receptekre vágysz, válogass a képernyőn lévők közül. Találkozunk a következő epizódban.